A vincenap, az ilyenkor szokásos borünnep mindenképpen alkalmas arra, hogy a szőlő és borágazat szép számú képviselői képet kapjanak arról, időarányosan hogyan is áll a szőlővesszők átterelése. Az enyhe tél szőlőre gyakorolt jótékony hatásai egyértelműen visszatükröződtek a megvágott vessző üdezöld belsője és zsengesége okán a zavartalan biológiai érést jelezvén. Az éprügyek mennyisége is bizakodásra ad okot. De ne feledjük, még nem ért véget a tél. Mai nap, vincenap, ugye reménykedhetünk, hogy és bizakodhatunk, hogy jó termésünk lesz, és kiváló bort születelhetünk. Azért még hátra van február, azért még meg kell várni a kikeletet, mert az elmúlt 10 évben, ha a csapás érte a szőlőt a tél időszakában, az februárban történt, február közepén vagy végén. Volt néhány év, amikor dombvidéken is, de az Alföldön is komoly károk keletkeztek a tél végén jövő lehűlések alkalmával, amikor a kritikus hőmérséklet elérte azt a határt, amely már kisebb vagy nagyobb kárt tudott okozni a szőlő ültetvényekben, illetve szőlőrügyeiben. A csapadékban szegény tél után egy esetleges aszályos tavasz kezdet már problémás lehetne a mély gyökérzetű szőlő számára is. Egy ok, kicsit aggodalomra adhat okot, hogy nagyon száraz volt a január, és még a talajok nem töltöttek föl, de reméljük, hogy a tél hátralevő időszakában, illetve a tavasz elején addig ez meg fog történni, és neki tud majd rendülni rendesen a szőlő a vegetációnak. Több minden szól a meccés megkezdése mellett, mint ellene, különösen a nagyobb gazdaságoknál. A kistermelők félve a mínuszokban gazdag télutótól, illetve tavasz előtől még várnak a meccés megkezdésével. A jó termőhelye levő ültetvények, tehát én úgy gondolom, hogy a tengerszint feletti 150-160 méter felett levő ültetvényekben, ha valaki elkezdte, nem tett rossz döntést. Ha valaki később tudja elkezdeni, mert kicsit a birtokméret is be tudja fejezni, és február végén vagy március elején teszi ugyanezt, hát az is jó döntést hoz. Úgy gondolom, hogy ha már jön egy komoly fagy itt Szekszárdon, ezen a borvidéken, akkor komoly nagyfagynak kell lenni, hogy ezeken a magasabban fekvő ültetvényekben kár legyen. Tehát valaki elkezdte, el lehet kezdeni, és reméljük, hogy nem jön olyan szállított hatalmas fagy, amely ételbe ténylegesen kárt tud tenni. Tudományosan igazolt, hogy a szőlővenyégék elégetés utáni bedolgozása a talajba növeli a szerves anyag mennyiséget. Kezd elterjedni a csak gondot jelentő vennyigék ilyettén való hasznosítása országosan a kisebb-nagyobb gazdaságokban. Volt, meg van olyan felfogás, hogy a vesszők hordozhatnak olyan fertőző anyagot, amely jobb, hogyha az ember elhamvasztja, és így nem jelent kiindulási forrás. Én úgy gondolom, hogy ha vesszőt bezúzzák és bedolgozzák a talajba, az egy jó döntés, mert ahogy említettem, hogy a szerves anyag tartalmat, ha növeljük a talajba, mindenképpen jót teszünk a természettel. A vincenapi borünnep Szekszárdon együtt jár a szekszárdi történelmi borvidéken zászlós hajósnak nevezhető tájfajta a kékfrankos újborok kóstolásával és szakmai értékelésével. Minden jel arra utal, a 2019-es kékfrankosok már az idén domborítani fognak a különböző borversenyeken.